Egyébként azért egy titkot még elárulhatnál ezzel kapcsolatban, hogy mi volt az a pont, ahol meg tudtál fordulni ebben az ügyben? Mondott-e veled valaki valamit? Vagy egyszerűen csak megérett benned azt, hogy jó, akkor most leteszem azt, hogy meg akarjak felelni bárkinek? Szirtes Tamás tanár úrnak köszönhetem azt, hogy ő meglátta bennem ezt a prózai vonalat, és emlékszem rá, hogy először még a régi vezetés alatt álló játékszínben, még Balázsovics Lajos ideál alatt a Gávölgyi János és Hernádi Judit gyerekeként játszottam a Jutalomjáték című darabban, és aztán sorra kaptam a prózai feladatokat, és tulajdonképpen Istenek hála átnyergeltem a prózai vonalra. Kaptál menekülő útra a lehetőséget, és közben rendbe raktad, reparáltad magad. Egyrészt reparáltam magam, másrészt meg bevettem azt a bizonyos szaromtablettát, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy engem ez nem érdekel, illetve megpróbáltam visszanyerni az éneklésnek az örömét. Tehát, hogy ne egy munka legyen, ne egy megfelelés legyen, hogy nekem jól kell énekelni, és akkor egyre több fellépés jött, és egyre több mindent el tudtam vállalni.